Ha egy lehetőség kopog be az ajtódon, nyisd ki. Ha hiszel a képességeidben, csodákat érhetsz el. Rachel Brayton gondolatával köszöntök ma szeretettel minden kedves Zánka TV nézőt. 759. adásunkat látják. Simon Károlyné Seprenyi Terézia textilszobrász kiállítási meghívóján olvashatjuk az előbb idézett sorokat, s a művésznő alkotásai is e gondolatokat tükrözik. Augusztus 4-én 17 órai kezdettel tartották Simonné Seprenyi Terézia és meghívott művész vendége Simon Brigitta Határtalan képzelet című kiállítását a Faluházban. Az érdeklődőket Varga Zoltán alpolgármester köszöntötte, majd Paulusné Seprenyi Erzsébet nyitotta meg a kiállítást. A továbbiakban az alkotó mesélt a különleges technikáról, melyel képeit, tárgyait készíti. A megnyitó zenés műsorral zárult. A kiállítás megtekinthető augusztus 17-éig, a Faluház nyitvatartási idejében, 14 és 20 óra között. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket Zánkán, a Faluházban. Varga Zoltán vagyok, Zánka alpolgármestere, és engem ért az a megtisztelő feladat, hogy itt köszöntsem Önöket. A Zánka önkormányzat mindig is törekedett arra, hogy itt a Faluházban igényes kiállítások legyenek, és elérkeztünk ehhez a ponthoz, ahol szintén egy igényes kiállítást tekinthetünk meg, és szeretném megkérni az alkotót, hogy álljon ide mellém, és szeretettel köszöntöm Simonné Seprenyi Teréziát. Gondolom a programot mai nap mindenki ismeri, hogy Seprenyi Erzsébet fogja majd részletesen bemutatni az alkotót. Tehát nekem a feladatom a megjelentek köszöntése, és szeretném, ha mindenki itt nagyon jól érezné magát. Lehetőségem volt végigtekinteni az alkotásokat. Én az elején kezdtem szégyelni magam, hogy kérdezősködök, hogy ennyire műveletlen vagyok, hogy még én ezt a technikát nem láttam. De az elmondás szerint ez egy nagyon új dolog. Ha jól rögzítettem a számokat, akkor 1998-tól indult Hollandiából, és Magyarországon 1912 óta van jelen, és nagyon kevesen művelik ezt a dolgot. Én már megismerkedtem a technika részleteivel, de nyilván vannak nálam szakavatottabbak, akik erről majd beszélni tudnak. Úgyhogy én ezzel a pár szóval szeretném köszönteni a jelenlévőket, és örülök neki, hogy a nagy meleg ellenére eljöttek, és nagyon szép számmal vagyunk itt jelen. Úgy hiszem, hogy mindenki egy nagyon szép délután szerez magának azzal, ha aprólékosan végigtekinti ezeket az alkotásokat. És át is adnám a szót Erzsébetnek. És elnézést, előtte szeretnék egy kis virágot átadni. Köszönjük szépen! Köszönjük, szeretnék majd valamit átadni Önnek. Köszönjük alpolgármester úrnak a köszöntő szavait. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, a kedves vendégeket. A nevem Paulusné Seprenyi Erzsébet. Amikor felkértek ennek a kiállításnak a megnyitójára, nagyon boldog voltam, hisz mint a névazonosság is mutatja, a húgomnak a kiállításáról van szó. Bemutatom Önöknek, én is szintén, Tercsikém, gyere ide, légy szíves, egy csodálatos kiállításnak az alkotóját, létrehozóját. Simonné Seprenyi Teréziát, aki már mondtam, hogy ő a húgom. Szívből gratulálok ehhez a csodálatos kiállításhoz, és nagyon büszke vagyok rád, ezt el kell mondanom. És nagyon sok szeretném megköszönni mindenki nevében ezt a sokrétű csodálatos kiállítást, amit itt nekünk létrehoztál, megalkottál. És kívánom, hogy legyen a továbbiakban is nagyon nagy sikere, megmutathatod.
Sok sikert neked. Köszönjük szabban a papírt. Kis családias a sikeredet, úgy látszik ez a megnyitó. De hogyan is jutott el idáig, hogy ilyen csodálatos alkotásokat tudjon ő is végezni? Mikor pár évvel ezelőtt nyugdíjba ment, nagyon kétségbe volt esve, hogy mit csináljon a sok-sok szabad idejével. Mindig is a bérében volt az alkotni vágyás, a tenni akarás. Beiratkozott először egy fazekas tanfolyamra, kerámia készítésben kezdett, de azt rájött, hogy ez nem az, amit szeretne csinálni, ebben nem tud kiteljesedni, nem tud igazán önmaga lenni. És ekkor jött a segítség, 2014-ben egy családi összejövetelen találkozott sógornőjével, Simon M. Veronikával, aki híres, Munkácsi díjas festőművész. Neki Székesfehérváron van egy tanodája, festőtanodája, és megkérte a húgomat, hogy indul egy textil szobrászati kurzus, hogy legyen a segítője. A húgom erre azonnal igent mondott, hisz nem tudta, hogy mit jelent ez, mi az, hogy textil szobrászat. Itt PowerPoint anyaggal dolgoztak, ami ugye neki eddig ez ismeretlen volt, mint nagyon soknak 2014-ben még Magyarországon. Rögtön elvállalta, és annyira megtetszett neki, hogy tudta ez az, ezt szeretné csinálni, ebben ki tud teljesedni, önmaga lehet. És azóta is Simon Veronikának a festőtanodájában korrepetitorként tevékenykedik, ezzel saját magát tudja fejleszteni, és sok új technikát, technológiát tud megtanulni ezáltal. Az első kiállítását, mikor beszéltünk róla, hogy szeretnénk kiállítást csinálni, azt mondta, hogy ő még arra nem készült fel, még egy kicsit szeretne várni. Először csak saját magának, a családjának az örömére baráti körbe készítette el munkáit, és a sok visszajelzés, a pozitív visszajelzés és a sok dicséret ellenére, akkor azt mondta, hogy oké, akkor nem csak saját magunk örömére készítjük ezeket az alkotásokat, hanem kivisszük nagy közönség elé. Üzletet kerestünk, és már Veszprémben is, Székesfehérváron is van üzlet, ahol megkaphatók a munkái. És ekkor kezdtünk el kiállításokat szervezni. Olyan falukat, városokat kerestünk, ahol ismerősök, rokonok, barátok élnek, hisz most még nagyon az elején vagyunk, és nagyon nagy szükségünk van az ő segítségükre és támogatásukra. Az első kiállítás néhány hónappal ezelőtt Veszprémhez tartozó Gyula Pirátóton volt, és olyan nagy sikert aratott, hogy ezen felbátorodva felkerestük a Zánkai Faluház vezetőit, és nagy örömünkre Vőmné Kocsis Szilvia és Vőm Tamás igent mondtak, hogy megtarthatjuk a kiállítást. Ezúton is nagyon szépen köszönjük Zánkának a lehetőséget. Ezt a művésznő azzal szeretné meghálálni önöknek, hogy olyan képeket is hozott ide, ami nem csak PowerPoint, hanem az olajfestészet és a PowerPoint ötvözete összedolgozása. Ehhez segítségére volt lánya, Simon Brigitta, Brigitta Meiter. Az olajfestészethez ő adta a nevét, illetve a segítséget. Ő már évek óta amatőr szinten fest, és ez nagy öröm számára is, hogy a tehetségét és néhány alkotását a nagy közönségnek ő is meg tudja mutatni. És természetesen nem hagyhatjuk ki férjét, Simon Károlyt, Karcsi, hol vagy, ott van, aki az első pillanattól támogatja feleségét, és nagyon nagy segítséget nyújt, például a szobrok létrehozásában, megalkotásában, ugyanis a szobrokat, az alapot, a vázat mind-mind saját kezüleg készítik el, tehát az ő szobraik mind-mind kézzel készült egyedi alkotások. És végül nagyon nagy köszönet a Zánkai Vas családnak a sok-sok segítségért, támogatásért. Köszönjük szépen! Bizonyára mindenkinek lesz véleménye a kiállításról, az alkotásokról. Ahogy bejövünk, ott jobb oldalt megtalálják a vendégkönyvet, és nagyon szépen kérjük önöket, hogy bármilyen véleményt
ha tetszett, ha nem, ha kifogásban, legyenek kedvesek beírni, mert a művésznőnek ez nagyon nagy segítség, és nagyon jó visszajelzés. A megnyitó után mindenkit nagy szeretettel várunk egy kis állófogadásra, egy kis sütizésre, kocintásra. Az kiállított képek, tárgyak, alkotások a kiállítás alatt, tehát nem csak mai nap megvásárolhatók, megrendelhetők, és itt most kedvezményes áron van ez az egész, úgyhogy lehet nézegelődni, kérem fogadják nagy szeretettel az egész kiállítást. És most átadom a szót Simonné Seprenyi Teréziának, hogy a PowerPoint-ról, mint maga anyagból is, amivel dolgozik, hogy mondja néhány szót önöknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok! Köszönöm. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy ezen a forró délutánon azt választották, hogy eljönnek ide és megtekintik a kiállításomat. Nem számítottam rá őszintén, hogy ennyien is leszünk, azt hittem, csak pár ember fog eljönni, de nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött. A PowerPoint-ról szeretnék pár szót mondani. A PowerPoint Hollandiában Josephine de Rode fejlesztette ki 1998-ban, a termékcsalád nevével azóta is filmjelzett. 2012 óta van jelen Magyarországon. Ez egy olyan speciális levegőn száradó, ragasztó és keményítő anyag, amellyel újjá varázsolhatunk régi dolgokat. Használhatjuk már más számára értéktelen, kidobásra szánt anyagokat csinálhatunk vele. Átalakíthatunk vele dísztárgyakat, képeket, és ezáltal egy új termék jön létre, vagy egy új alkotás jön létre. A PowerPoint gyakorlatilag a kreativitást és az újrahasznosítást foglalja magába. Mint ahogy mondtam, újra lehet hasznosítani, újra lehet gondolni vele kidobásra szánt dolgokat. Ez a termék, ez biztonsági adatlappal rendelkezik, emberre, állatra, környezetre egyáltalán nem ártalmas. Megkapta az AP-pecsétet, ami a világ számos országában azt jelenti, hogy kreatív foglalkozásokon gyermekek is használhatják. Talán ennyit szerettem volna a PowerPoint-ról mondani, és megkérném Strumpfné Vas Violettát, kis Pálma Izabellát és Sipos Tamást, hogy színvonalas műsorokkal is hozzájáruljanak a megnyitóhoz. Nagyon szépen köszönöm. Oh,
Thank you.
ez a dal, ez igazik el és hol találkozott a Páver Póllal? 2014-ben, amikor nyugdíjba mentem, az addigi mozgalmas nyüzsgő életem hirtelen lelassult. Elkezdtem mindenfélevel foglalkozni, kötöttem, gyöngyöt fűztem, fazekas tanfolyamra mentem, de úgy igazán egyik sem kötött le. És akkor egy családi összejövetelen találkoztam Simon M. Veronikánál egy Páver Póllal készült szoborral, ami nagyon megfogott, és úgy gondoltam, hogy ezt a technikát szívesen megtanulnám én is. Így aztán beiratkoztam hozzá egy kurzusra, utána pedig nála, mint korrepetitorként már jártam is ilyen tréningekre, vagy úgy mondjam segítőként, és akkor segítettem neki, tanultam újabb technikákat, és hát azóta csinálom. Mi fogta meg a Páver Pólban? Talán először is az egyszerűség és a sokoldalúság. A Páver Pól egy olyan technika, amit
a kreativitást és az újrahasznosítást foglalja magába. A mások számára teljesen értéketlen, használhatatlan dolgokból lehet újra gondolni dolgokat, és úgy gondolom, hogy ezzel másoknak is örömet tudok szerezni. A PowerPoint az gyakorlatilag egy olyan anyag, ami kül- és beltéri alkotásokra is lehet használni, tehát nagyon sok oldalú. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez. Milyen érzéseket vált ki önből, amikor a PowerPoint-tal foglalkozik? Mikor elkezdek készíteni egy képet vagy szobrot, előtte mindig megtervezem tejbe. A képeknél például összerakom, hogy miből fog összeállni, előkészítem hozzá az anyagot. A szobroknál megalkotjuk először is a vázat, utána megvarom hozzá a ruhákat, és amíg a PowerPoint szárad, és nem keményedik ki teljesen, addig van lehetőség javításra, adni hozzá, venni el belőle, és amikor a színek által életre kelnek a dolgok, az okoz igazán örömet számomra, és mikor azt látom, hogy ez más embereknek is tetszik, és ezzel örömet tudok szerezni, úgy gondolom, hogy jó úton járok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a riportot! Alpolgármester úr, hogy tetszett a kiállítás? Számomra nagyon érdekes volt. A megnyitónál is említettem, hogy nem láttam még ezt a technikát, hogy valaki egyszerű szövetekből egy PowerPoint ragasztóval ilyen szép képeket tud készíteni, nem is gondoltam volna. És a tárgyakat is, amikor végignéztem, és volt szerencsém, hogy a művésznővel együtt tekintettük meg ezeket. Nagyon elvarázsolt az, amilyen apró részletek vannak ezekben a szobrokban, és egyszerűen kivitelezhető, csak kreativitás kell hozzá, és sok-sok munka. Köszönjük szépen!